a Nagykun Gazdakör tájékoztatója, digitális oktatás a Szent Annaiban, tájboxozik Timur, a karcagi diák. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 14-én 18 óra 5 perckor. Hubai Imre Csabával, a Karcagi Nagykun Gazdakör elnökével arról beszélgettünk, hogy az áprilisi fagy mennyiben befolyásolja a munkálatokat a határban. A csapadékos tél a jó fekvésű, jó vízgazdálkodású talajoknak jót tett. A kitettebb, rétészikes talajok esetében a nagyobb nedvesség tartalom már gondot okozott, mondta a szakember, hiszen később lehetett ezen talajokra gépekkel rámenni. A tél igen csapadékos volt, ebből a csapadékos helyzetből kiindulva a jó fekvésű, jó vízgazdálkodású talajoknál csak pozitív hatását tapasztaltuk. A kitettebb réti talajok, sziges talajok esetében a nagyobb nedvesség tartalom már gondot okozott, később tudtunk a talajokra rámenni, de amikor beindult ez a munkafolyamat, illetve a lehetőségek adódtak rá, akkor a gazdatársaim nagy mértékben hozzáfogtak a talajműveléshez, vetéshez, és nagyon szépen alakul a határnak a képe. Az utakat rendbe tudtuk tenni, használhatóvá tudtuk őket tenni, a szántóföldeket pedig művelésbe vontuk, és a vetések azok megtörténtek nagy részt. Jelenleg a napraforgó vetése folyik, a kukorica későbbre használ, későbbi időpontra kerül, hiszen még a időjárás, a talajhőmérséklet nem érte el azt a szakasz, hogy belesen indítani a kukorica vetését. Úgy gondolom, hogy jövő hét folyamán már erre is sor tudunk keríteni. A határban elvetett őszi gabonaférék, őszi vetésű növények nagyon szépek, hasznosították a téli csapadékot, kivéve ahol belvízkár keletkezett, de a belvízkárnak a több mint 50%-a megoldódott, hiszen a kitavaszodása, a napos szeles idő felszállította így, a határképet úgy mondhatom, hogy közepes vagy annál jobbnak mondható. A vetés szerkezet is módosult az utóbbi időben. A hagyományos gabonatermesztésen kívül a vetőmagtermesztés került előtérbe. A vetés szerkezet az módosult olyan értelemben, utóbbi időben egyre jobban tanulni vagyunk ennek, hogy a hagyományos gabonatermesztésen kívül a vetőmagtermesztés előtérbe került. Folytatódik a hibrid kukorica vetőmagelőállítás, valamennyi napraforgó vetőmagelőállítás, és a pillangós növények elsősorban a pannonbükköny, szöszösbükköny vonatkozásában borsóférék vetőmagtermesztése, gabonaférék vetőmagtermesztése, valamint olyan olajos növények, például mint az olajeretek vetőmagtermesztése, tehát a intenzív irányba indult el a gazdálkodás menete, hiszen a magyar vetőmagok világhírűek, és a termeltetők azok jó pozícióba, jó árviszonyok mellett tudják ajánlani a lehetőségeket. Így a gabona terület valamennyire csökkent, de a termés mennyisége pótolja, tehát jobb terméseket tudunk elérni. Így a vetőmag termesztésnek a helye megvan, tudjuk biztosítani, és az árbevétel szempontjából, a magasabb jövedelem szempontjából ez egy nagyon fontos dolog. A napraforgó terület az nagyjából ugyanannyi, a repce az ingadozik az időjárástól, éghajlattól, talajállapottól függően, de elmondható az, hogy más növények esetében, például a szója esetében, fehér növények esetében kedvezőbb a helyzet. Tehát bizonyos, hogy mondjam, lassú növekedés ütem van az intenzív kultúrák irányába. Ez egyrészt a gazdáknak a jobb hozzáállásából, felszerszámozottságából, technikai háttere, műszaki háttere, a digitalizáció szempontjainak a lehetőségének a kiaknálása, mint amivel említettük, az öntözés lehetősége nagyban elősegíti a biztonságos termesztést. Így a gazdálkodás menetében a versenyképességünk fokozódik, és a magyar vetőmagtermesztés potenciálja nő. A növényvédelmi szempontok több tényezőtől függ. Az időjárás meghatározó tényező az enyhe tél kedvezett a kártevőknek. A növényvédelmi szempontok azok ugye több tényezőtől függenek. Hát az időjárás egy meghatározó tényező, hiszen a
enyhe tél kedvezett a kártevőknek. Elsősorban a recekártevőkről beszélhetünk, amit leghamarabb tapasztalunk. Másrészt a gyümölcsösökben tapasztalható különböző károsítók, gombabetegségek, rovarkártevők esetében, ha bár nem nagy területen termelünk, de a zárt kertekbe, igen szorgalmas munka folyik, és itt feltétlenül fontos az, hogy a minimális fagykárnak az ellensúlyozására a növényvédelme pótolni kell a betegségek elleni védekezést, az esetleges kártevők elleni védekezést, hogy az a kár, ami keletkezett a fagyból, valamennyit hozamként megmentsünk a termelés során, és olyat a kis termelők, a gazdálkodók, gazdatársaim a piacra való juttatás szempontjából alapvetőek, hiszen a piacra mindenképpen a kisebb termelők, a kis termelők szállítanak, és ez nemzetgazdasági érdek, hogy ezek a gazdák stabilak legyenek, versenyképesek legyenek, és tudjanak szállítani a piacokra, hiszen a ellátás szempontjából az alapvető, hogy a gazdák által megtermelt termékek közvetlenül a szántóföldtől az asztalig program keretén belül megvalósuljon, és a lakosság számára jó minőségű, igazi magyar termékeket tudjunk biztosítani. Sajnos az előzetes felmérés alapján az áprilisi fagyokban a kajszi és az őszi barack károsodott, a cseresznyen kisebb mértékben, de ott is van 20-40% körüli károsodás. Sajnos a felmérés, előzetes felmérésünk alapján a kajszi sokat károsodott, őszi barack sokat károsodott, cseresznyem egy kisebb mértékben, de ott is van 20-40% közötti károsodás. Még ezt pontosan nem lehet megmondani. Néhány nap múlva látjuk meg azt, hogy a bibe mennyire károsodott, illetve a termés mennyire károsodott a fagy hatására. Bízunk benne, hogy a fagyos időszak megszűnik, és további kártétel már nem lesz. A tavalyhoz képest kevesebb a, nem volt olyan mínusz, mint tavaly esztendőben, de sajnos még most is jelentkezett ez, és az alkalmazkodás szempontjából a mínusz 1-3 fokos hőmérséklet esetén akkor még lehet füstöléssel védekezni, illetve más módszerek is állnak rendelkezésre, de elsősorban a füstölés. Bízunk benne, hogy már ez a fagyos hullám elmegy, és a fagyos szentek pedig nem fog bennünket meglepni további fagyos időszakkal. Szentannai Sámuel Református Technikum, Gimnázium és Kollégiumban Gyökeres Sándor igazgatót arról kérdeztük, hogyan tudnak a digitális oktatásban foglalkozni a tanítványokkal, van-e gyakorlati oktatás. Nehéz feladat elé állította az iskolát a vírushelyzet, de a Moodle keretrendszer bevezetésével és egyéb online megbeszélési lehetőségekkel biztosított az oktatás. Nagyon sok nehéz feladat elé állítják, de nem csak minket, valamennyi középiskolát ezek a mostani vírusos vagy vírusfertőzés veszélyes időszakok. Mi is alapvetően a digitális oktatásra támaszkodunk, ezt egységesítettük a Moodle keretrendszer bevezetésével, de természetesen ezt is kiegészítjük a Skype, Zoom, stb. Egyéb olyan online megbeszélési lehetőségekkel, ami biztosítja azt, hogy a tanulóinkat közvetlenül is elérjük. Külön nehezíti, hogy közelednek az érettségi vizsgák és a vizsgafelkészítések, illetve a szakmai vizsgák is előttünk állnak, aminek még a részleteit nem ismerjük, de úgy gondolom, hogy nagyon sok megoldandó feladatunk van. Az érettségi és szakmai vizsgákra a felkészítések jelen pillanatban személyes találkozásokkal nem mehetnek. Ez is online formában zajlik. Jelen pillanatban ilyen találkozást, személyes találkozásokat nem szervezünk, tehát jelen pillanatban is ilyen tehát online formákat alkalmazunk, és a kérdésekre ott kapnak válaszokat, feladatokat, és szerencsére ez a Moodle keretrendszer azért annak, aki tanulni szeretne, annak azért biztosítani tudja azt a változatos oktatási formát, ami a fölkészülés segíti. A gyakorlatok elméleti részét digitális formákban közvetítik, de a begyakorlásra valóban csak a jelenléti oktatásban lesz igazi lehetőség. Látnunk kellene azt, hogy a digitális oktatásból mikor tud az iskola a jelenléti oktatás felé nyitni. Jelen pillanatban az elméletigényes gyakorlatokat, azoknak az elméleti tartalmát, azt a digitális formákban közvetítjük, de a begyakorlásra valóban csak a jelenléti oktatásban lesz igazi lehetőség.
Az iskolában a háttérmunkák ugyanúgy zajlanak, mennek a középiskolai jelentkezések, a felvételi jegyzék közzététele. Vannak érdeklődő szülők, olyan megbeszélések, amelyek a vizsgaszervezéssel, iskolai dokumentumok átdolgozásával kapcsolatosak, és a versenyek is. Természetesen minden feladat megmaradt, hiszen azért mennek a középiskolai jelentkezések, felvételi jegyzékeknek a közzététele, vannak érdeklődő szülők, vannak olyan megbeszéléseink, amelyek a vizsgaszervezéssel, iskolai dokumentumok átdolgozásával kapcsolatos feladatokat foglalnak össze, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan feladat van még, amire nem is gondolunk, de meg kell őket oldani, meg hát vannak versenyek, és azokon a versenyeken is az adott keretek között természetesen nehezebb és kicsit összetettebb vagy bonyolultabb körülmények között, de azért részt vesznek az iskoláink, vagyis iskolánk is, és hát persze a többi is. A felvételi eredmények még nem véglegesek, de láthatóan van érdeklődés az iskola iránt. Úgy gondolom, hogy az iskolánk a tavalyi felvételi eredményekhez hasonló felvételi eredményeket fog hozni, ennyit már sejtünk vagy látunk. Természetesen a pontos eredményeket a végleges felvételi jegyzék megérkezése után, április 20 után fogjuk megismerni. De olyan felvételi eredményt várok, vagy beiskoládási eredményt, mint az elmúlt évben, ami kialakult. Az érettségizőknek a továbbtanulásban digitális formában segítenek külön fórumokon. Itt is most a digitális formákra kell hagyatkoznunk. Nekik vannak külön fórumaik, és foglalkoznak velük külön azok a fölkészítő tanárok, akik ebben a munkában segíteni tudnak, és erre elsősorban ezt a digitális platformot, tehát a már említett rendszert külön kurzusokban használjuk, amiket direkt erre a felkészítésre készítettünk. Az, hogy hónapok óta nem találkoznak személyesen a diákok a pedagógusokkal, megvisel mindenkit. Nem túl örömteli dolog, de ez a mostani állapot, ez biztos, hogy megvisel mindenkit, tehát tanárokat, diákokat egyaránt. Biztos, hogy hiányzik a személyes találkozás, és ezt nagyon is érezni lehet abban a beszélgetésekben, amik ebben a formában, amit most lehetővé tesz a környezet. Ebben a formában hozunk, ez egyértelműen már most mindenkinek sok. Tehát megviseli, nem olyan szívesen ül már le a számítógép mellé, nem olyan szívesen dolgozik ebben a formában, mint amikor személyes kapcsolatban közvetlenül első kézből kapja az információkat, és hát közvetlen kapcsolatban tud segítséget kérni, vagy akár valamilyen munkát végezni a tanár-diák, vagy a diákok is egymással. Ez nagyon hiányzik már, de hát ez sajnos nem tőlünk függ. Így mindannyian várják a jelenléti oktatás újraindulását. Kovács Bocskai Timur Vincét, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákját arról kérdeztük, mit jelent számára a sport. A sport. Ha nem épp versenyeken szeretnék helyezéseket elérni az életemben, akkor is szükséges, mivel egészséges életet szeretnék élni, mondja határozottan Timur, aki már óvodásként birkózott, 18 érme van otthon. A sportról nekem az a véleményem, hogy szükséges, egy minimális is, ha nem éppen versenyeredményeket szeretnénk elérni az életünkben, és nem abba az irányba szeretnénk elmenni, még akkor is szükséges, mivel egészséges életet szeretnék leélni, és szerintem azoknak is, akik így egészségesek akarnak lenni felnőtt korukra, ilyen semmi ízületi fájdalom azoknak szükséges. Visszaemlékezve az 5 éves birkózása, sok versenyen voltam, nem mindegyikről hoztam érmet, viszont körülbelül úgy 18 lehet otthon. A birkózástól komoly fizikai erőt kapott, sok kedves emberrel ismerkedett meg, fegyelmezett lett, amit a tanulásban is tud hasznosítani. Egy komoly fizikai erőt a koromhoz képest, szóval igen kicsi voltam, de akkor is már komoly fizikai erőm volt. Sok kedves emberrel ismerkedtem meg a szőnyegen, és fegyelmezettebb lettem. Ha kell, a tanulásban testvéreinek is segít, ha valamit ő nem tud, utána néz, vagy szüleitől kér segítséget.
Nem vagyunk egymásnak példaképek, csak folyamatosan segítjük egymást minden téren. Ha például Mártonnak, a kisebbik öcsémnek nem megy a matematika, és éppen anya és apa is elfoglalt, akkor én megyek oda neki segíteni. De ugyanez van a nagyobbik öcsémmel, szóval akinek tudok, otthon segítek. Szoktam utána nézni is a dolgoknak, amiket még nem tudok, viszont reflexből anyáékhoz megyek oda, hogy segítsenek ki. Most sportágat is váltott, a birkózás helyett thaiboxozik. Thaibox, ez tulajdonképpen nem azt mondom, hogy hasonlít a rendes boxhoz, viszont ugyanaz ütés kesztyűvel, viszont használhatják az emberek benne a lábukat is. És én többé-kevésbé azt szoktam használni. És ez hogy jött? Hát más sportágak iránt is elkezdtem érdeklődni, már egy hosszú ideje üztem a birkózást. És akkor úgy gondoltad, hogy kell egy olyan más jellegű sport, igen, ahol az erődet is tudod hasznosítani? Igen, pontosan. És akkor hol láttál először ilyen mérkőzést? Hallottuk a családdal, hogy van Karcagon ilyen edzés, és tulajdonképpen mérkőzést nem láttunk thaiboxból, viszont azt csináltuk, hogy elmentünk egy edzésre, leültünk, végignéztük, aztán azt mondtam, hogy ez jó, azt így kipróbálom. De nem féltél, hogy most akkor picit azért itt nagyobbak az ütések, mint a birkózásban? Nem féltem, mivel hogy birkózásban is nagyobbak az ütések, csak azt nem ököllel kapom, hanem a szőnyektől. Az iskolában a természettudományi tárgyak, a fizika, kémia kedvencei, szereti a kísérleteket. Versmondó versenyen nem indul, viszont megbecsüli azt, mert a magyar kultúra része. Többé-kevésbé az ilyen természettudományi tantárgyak, mint a fizika, kémia érdekelnek, igen. Viszont a többi tantárgyat se vetem meg. Elvégre mindegyikre szükség van valamilyen téren. És mondjuk a fizika, kémiánál esetleg a kísérletek, amit itt az órán csináltok, vagy otthon még esetleg kísérletezgetsz a megadott keretek között? Otthon ritkábban szoktam kísérletezni, viszont itt figyelemmel szoktam kísérni. És mondjuk a magyar, a versmondó verseny? Nem szoktam ilyenekre járni, viszont megbecsülöm, elvégre ez a magyar kultúra része. Kedvenc íród, könyved? Magyar írótól nem sok könyvet olvastam, viszont külföldiek, kifejezetten egy angol író, J.R.R. Tolkiennek a Gyűrűk ura, a Hobbit és a Silmarillok című műveit csontra kiolvastam, meg most kezdtem bele egy új ágazatba, Andrzej Sapkowskinak, hogyha jól emlékszem, így kell ejteni a nevét, a Witcher vaják című könyveibe. Mennyire áll tőled távol vagy közel a fantáziavilág? Én kifejezetten ebbe az irányba szeretek érdeklődni. Ilyen könyveket olvasok, ilyen filmeket szoktam megnézni. Még nem tudja, mi lesz felnőttként, de úgy véli, mindegy, milyen munkát végez, az a lényeg, hogy szeresse. Szülei ebben is támogatják. Ezt még nem tudom, hogy mi akarok lenni, viszont azt tudom, hogy mi nem. Na, és mi nem? Hát elsősorban hajléktalan, mert azt senki nem akar lenni. Szóval szeretnék egy munkát, és hát apáik azt mondták, hogy mindegy az, hogy milyen munkát űzök felnőtt koromra, az a lényeg, hogy szeressem. Hát akkor fontos számodra az, hogy ne kényszerből csinálj valamit? Igen. De azt gondolom, hogy az is fontos azért, hogy a szülői háttérben ott vannak mögötted a szüleid, és mindenben támogatnak ebben a újfajta sportágban, és aminek a rajongója lettél? Igen, mindig támogattak. Hogyha rosszul teljesítettem, viszont azért, mert nem tudtam máshogy, akkor kisegítettek, megvigasztaltak, amikor pedig lustaságból vagy ilyesmiből teljesítettem rosszul, akkor megkaptam otthon a magamét. Sok ilyen volt? Volt párszor ilyen, de utána megtanultam, hogy nem éri meg lustának lenni, és nem csak azért, mert meg voltam szidva és éreztem a csalódást a szüleim szemében, hanem azért is, mivel előbb-utóbb elkezdtem érezni, hogy fontosabb lesz később. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!